Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Köszönöm az Egyesület felkérését, igen, megtisztelő, hogy a mai napon itt állhatok önök előtt. A Magyar Államkincstár kapcsán és az egész előadásban jó néhány adat fog elhangozni. Ugye a 21. század az adatok kora, és ehhez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár 21 éve működő szervezet 21 éve jött létre. E, igazából a folyamatosan 2000, 1996 óta feladatokat kap e, szervezeti változásokon megy keresztül. E, jelenleg 200 feladatot lát el körülbelül a kincstár, e, jelenlegi létszámunk 5224 fő és 19 megyei igazgatóságon látunk el feladatokat. A 21 év során szervezeti oldalról is történtek változások, Háromfelé szakadt a szervezet, aztán abból kettő ismét egyesült. Voltunk regionális szinten, most megyei szinten vannak szervezeti egységeink. A létszámunk is fokozatosan emelkedett a kezdeti pár száz fős létszám után, ugye annak több mint tízszerese, tizenötszöröse a mai létszám. Költségvetésünk is 30 milliárd forintot tesz ki. A ebben az ábrában szeretnék arról mesélni, hogy hogy gondoljuk mi a kincstár feladatainak ellátását a kormányzat tekintetében. Tehát az a ábrának a címe, hogy funkcionális leadership, funkcionális vezetés, ugye ezek a funkcionális területek vannak itt a rajzon feltüntetve, amelyek támogatják az alaptevékenységet, ugye mind a privát, mind a közférában így történik el. Tehát a személyügy, a bérszámfejtés, az IT területek, a pénzügy számvitel, beszerzési területek. Ezeket a feladatokat támogatjuk mi is, és részben ugye látjuk el, és ezek azért tartjuk kulcs területeknek, hiszen ez a fajta back-office tevékenység, ami lényegében a teljes kiadások, intézményi kiadások általában 10-15 százalékát, és a létszámnak is körülbelül ekkora százalékát teszik ki. Az alaptevékenységekről, tehát a maradék 80-90 százalékról szereznek olyan információkat, amelyek mind a döntéshozók számára, mind az adófizetők számára, tehát olyan információkat tartalmaznak, amelyek az irányíthatóság, és a hatékonyabb működés tekintetében nagyon fontos. Számos intézmény átszervezés kapcsán ugye merül fel a back office funkcióknak, tehát a funkcionális területeknek a hatékonyságjavulása. Ebben mi is ebben nagy lehetőséget látunk, és ennek megfelelő informatikai támogatással kell ahhoz működnie, hogy ezek a folyamatok hatékonyak tudjanak lenni. A Kincstár tevékenységeit villantanám fel, nyilván 200 feladat közül azokat a kulcs területeket, amelyek már itt a felvezetőben is egyrészük elhangzott. Az egyik alaptevékenységünk ugye a központi költségvetésnek a, a, a végrehajtása. Ez a költségvetés, ami az egész államháztartás 85%-át teszi ki, ugye 700 központi intézményt jelent, körülbelül 800, valamivel több mint 800 minisztériumok, fejezetek által végzett programot, illetve több mint 500 olyan központi kezelésű programot, amelyek teljes kiadási főszege egy évben 16 ezer milliárd forint. Ezeknek a kiadásoknak a kontrollja a Magyar államkincsstár feladata. Ugye a költségvetés egy céges üzleti tervhez képest egy szigorúbb dokumentum, törvényben fogadja el minden évben az országgyűlés, és ennek megfelelő ebben a törvényben, ugye ez egy speciális törvény, kereteket határoz meg, és ezen kereteknek a lebontása, időben történő leosztása is a kincstár feladata. Ennek a nagy feladatnak ugye az informatikai támogatása döntő részben saját fejlesztésű rendszereinkkel történik, tehát előirányzat menedzselő rendszernek hívjuk, illetve olyan reporting alkalmazások közreműködésével, amiből például a 700 intézménytől bekérjük a részletes elemi szintű lebontását a törvényi költségvetésnek, és azt a rendszereinkbe betöltve kontrolláljuk az egyes kifizetéseknek a fedezetét. Azt is el kell mondani, hogy a lekérdezések, elemzésekhez azért Excel fájlokat, illetve táblázatokat használunk döntően. Ebben nyilván ezt a tevékenységünket is szeretnénk megújítani, korszerűsíteni. A következő ábrán pont egy olyan projekt kapcsán egy-két kulcsót tettem föl, amely a, egy köfopos projekt, az átláthatósága a közpénzek felhasználásában államháztartási adattárház címet viseli és ebben a projektben szeretnénk megújítani a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendszereinket, a tranzakciós rendszert amennyire tudjuk automatizáltá tenni, az ügyfelek számára egy standard ügyvitelt előírni. Lényegében minden központi intézmény ugye a kincstáron keresztül tudja teljesíteni a kifizetéseit, illetve jönnek be a bevételei. Ebben a munkafolyamatban, ügyvitelben szeretnénk egy nagyfokú korszerűsítést papírmentesíteni, illetve azokat a rendszereket kiváltani, amelyek jelenleg már 15-20 éve működnek és szolgálják a magyar költségvetés végrehajtását és egy nagy újítás lenne az, hogy az adatok, tehát az Excelek helyett nyilván egy olyan adattárház, illetve üzleti intelligencia megoldásokkal tegyük ezt a rengeteg adatmennyiséget felhasználhatóvá, és a döntéshozást támogat, Megtámogatni vele, ami az adatvezéreltebb döntéshozás irányába viszi el a folyamatot. Online kapcsolat, tehát a napi szintű tranzakciókról online lehetne információkat és elemzéseket kapni a kormányzati döntéshozók számára, és nyilvánvaló megfelelő felületeken a adófizetők, polgárok számára is közé tenni ezeket az adatokat. A következő terület, ugye a központról beszéltem eddig, az önkormányzatok világa, az önkormányzati ASP projektünk, ami már több éve itt is napirenden van, illetve ennek a bevezetés, projektbevezetésnek, egy öt éves bevezetésnek a közepén tartunk. Lényegében a projekt ugye tartalmazza azokat a szakrendszereket, egy komplett informatikai alkalmazás csomag az önkormányzatok számára, amivel a gazdálkodásuk, adóbeszedésük, Iratkezelésük és egyéb feladataik ellátása meg tud történni, ezáltal egy korszerűbb informatikai szolgáltatást tudnak kapni, illetve egységes ügyintézéssel tudnak elektronikus úton az ügyfelek felé fordulni, az ügyfelek adószámla egyenleget nézhetnek, adott esetben egy konkrét ügynek az útját, beadványuk, elektronikus kérvényüknek az útját, illetve az ügyvitelben is egy elektronikus, automatikus iktatás és mindenképpen a papírmentesség irányában vinni el a hivatalok életét is. Jelenleg ugye 1747 önkormányzat használja a rendszert, ezek azok az önkormányzatok, akik, akik első körben az ASP1-es projekt kapcsán ugye 55 önkormányzat vállalta, hogy ebben a projektben részt vesz, hozzájuk csatlakoztak még tavalyi évben önszántunkból 44 önkormányzat, és ebben az évben az 5000 fő alatti önkormányzatok január 1-től csatlakoztak a gazdálkodási és az adórendszer tekintetében. A Kincstár itt ugye működtetési feladatokat lát el, a NISZ az infrastruktúra szolgáltató, mi pedig az alkalmazás szolgáltató, illetve a bevezetés során a képzések, szerződésmenedzsment ügyeit végezzük. Két adatot tettem föl oda a szeptemberi lekérdezések alapján a gazdálkodási szakrendszernél 2 millió tranzakció történt szeptember hónap folyamán. Ebben 1747 önkormányzat tekintetében, illetve még egy adat az önkormányzati adórendszer kapcsán pedig ugye 140 ezer dokumentum készült egy hónap alatt, tehát ez is azt mutatja, hogy óriási méretű tranzakció számok vannak, illetve a gazdálkodás tudja ez a rendszer egységesen támogatni. A következő ilyen nagy terület, az illetmény számfejt, ugye a kincstárnak ez egy másfél év, évtizedes feladata, 2002-ben kezdődött. Most már a ö, ö, harmadik ö, nagy rendszer, 2015-ben indult Kira rendszerrel támogatjuk ezt a feladatot. Ö, ahogy itt szintén a felvezetőben elhangzott, több mint ö, ö, 900... Ö, Közel 960 ezer főszámfejtés volt a legutóbbi számfejtés során, 250 milliárd forint havonta az az összeg, amelynek a számfejtése során ugye kifizetés történik az állami szféra munkavállalói, államháztartási szféra munkavállalói számára. 13.304 intézmény csatlakozik ehhez a rendszerhez, a kincstár 1300 számfejtője, aki elvégzi ezt a munkát. Erre a projektre is büszkék vagyunk, nem volt egyszerű az indulása, a kezdete, nyilván nagyon fontos volt, hogy hogy megkaptuk a megfelelő támogatást, és sikerült ugye, korrigálni a kezdeti problémákat. Ma azt kell hogy a legutolsó számfejtésnél három darab hibát jelzett, ami az a szoftverből adódó hiba volt. Nyilvánvaló itt is több mint 12 ezer user-használó és tölti adatokkal, beviteli problémák még akadnak, de a szoftveres oldalról azt lehet mondani, hogy nagyon jó eredményeket hoz ez a rendszer. A állampapírforgalmazás kapcsán a kincstárnak ugye egy tevékenysége a finanszírozás, az államháztartás finanszírozása tekintetében az kezelő központ ügynökeként lakossági és közületi célú állampapírokat forgalmaz. Ugye fizikailag 81 értékesítési helyen vagyunk ott, ezentúl webes felületen és mobil applikációval is tudnak a befektetők információhoz jutni, illetve tranzakciókat eszközölni. Jelenlegi állomány, a lakossági állomány 905 milliárd forint, és forint kötvények és a devizába kibocsátottaknál 266 millió, tehát összességében 1000 milliárd körüli a fölötti ez a lakossági állomány babakötvény egy speciális állampapír, amelyet ugye a fiatalkorúak a fiatalok életkezdéséről szóló törvénybe alapján nyújt a kincstár. Ugye ez egy speciális, hosszú távú befektetés, Magyarországon szinte a legjobb kondíciókkal bír, 3 os reálhozamot garantál az állam, jelenleg 133 ezer ügyfelünk van, körülbelül 34 milliárd az a portfólió állomány, amit megtakarítottak a leendő generációk számára. Ezt a tevékenységünket is egy informatikai rendszerrel támogatjuk, Klavisz rendszerrel, ami külső fejlesztésben készült, és hát lényegében ugye itt versengünk a piaci tevékenységet végző intézményekkel az állampapír forgalmazás tekintetében, de úgy gondolom, hogy nagyon jók az eredményeink. Pénzforgalmi szolgáltatásokat is természetesen a kifizetések kincstári egységes számlán keresztül történnek, az intézményrendszer számára, illetve a jogszabály alapján kincstárban vezetett számlát vezető kör számára, mintegy 12 ezer pénzforgalmi fizetési számlát vezetünk. Itt az adatok lényegében a hazai pénzforgalomnak a közel egynegyedét a kincstár bonyolítja le, 141 milliárd forint az a éves forgalom, terhelések és jóváírások, amelyek rajtunk keresztül mennek. Egy havi tranzakció számít, szintén a legutóbbi hónapról ezer tranzakció. Kormány 2016 nyarán döntött a központi háttérintézmények átszervezéséről, és ez érintette a kincstárat is két ponton. Az egyik átszervezés már megvalósult 2017. január 1-ével, ez pedig a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalnak a részbeli beintegrálása a kincstárnak, ugye több felé ment a, ez a lényegében a az ügyféloldali feladatok a kormányhivatalokhoz kerültek, az informatikai, illetve központi fizeti, kifizető feladatok pedig a kincstárba kerültek. Ez egy hatalmas feladat volt, sikerült úgy érezzük jól megvalósítani. Lényegében a 600 650 milliárd forint, ami átmegy, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökségi feladatainkon keresztül. Lényegében több mint 200 támogatási konstrukciót kezelünk, ennek egyharmada körülbelül a hazai, nemzeti, kétharmada az uniós konstrukció. Ebben az évben 184 ezer ügyfélnek 270 milliárdot fizettünk ki. Ezen a héten ugye előleg fizetés indult meg, ez még terveink szerint még egy 70 milliárd forintos kifizetést jelent csak ezen a héten. Technológiailag itt is ö, 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 informatika támogat nyilván ebben a feladatban is a kincstárat. Egy egységes kérelmi rendszer van, ami már jó tíz éve fejlődik. Egy egységes felületen adhatják be a ö, gazdák kérelmezők a támogatási kérelmeket. Térinformatikai megoldással kell a területi támogatások esetén például bejelölni a területet, amelyre a támogatást igénylik a integrált igazgatási ellenőrzési rendszerünk, ami kezeli back office módjára ezt a tevékenységet egy workflow alapú rendszer, ami a kifizetésekhez szükséges folyamatokat vezeti, és minden támogatásról elektronikus aláírással készülő támogatási okirat készül, tehát papírmentesen teljesen az elektronikus ügyintézés célnak megfelelően működő rendszerről van szó. És az az átalakítás, szervezeti átalakítás, amiről szintén tavaly döntött a kormány, előttünk áll pontosan két hét múlva, amikor a országos nyugdíjfolyosító főigazgatóság jogutódja a magyar államkincstár lesz. Ez a folyamat lényegében a törvényi feltételei már megszülettek, kihirdetésre került, a rendeleti szintről is döntött a kormány, egy hatalmas feladat ugye a nyugellátás 2,2 millió embert, nyugdíjast érint, illetve a családtámogatás is több mint 1 millió család, 400 milliárd, több mint 400 milliárd forint kifizetése. Ezzel lényegében a pénzbeli ellátások, tehát ami a lakosság felé megy ki, ezeknek a analitikus feldolgozó rendszerei kerülnek a kincstárhoz. Ez egy hatalmas feladat, és hát ebben, ebben ez a feladat még előttünk áll. Lényegében a munkacsoportok dolgoztak az integráció kapcsán, és a szervezet működési szabályzatunk aláírása is már miniszter úr előtt van, ami ugye november 1-től lesz hatályos. Utolsó ábrán ugye az informatika, kincstár maga egy informatikai nagyüzem, körülbelül 200 rendszer már a megelőlegezve a nyugdíjfolyosító rendszereit is, 200 rendszerrel dolgozunk, a kritikus rendszereik akiket soroltam fel ott a bal oldalon, és ebbe az évbe ugye fölmértük ezeknek a rendszereknek a státuszát, egy öt éves stratégia készült el, ami reményeink szerint napokon belül jóváhagyást kap, és ezáltal tudjuk biztonságos és megfelelő korszerű rendszerekkel támogatni ezt a sokrétű tevékenységet. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.